egy késznál lehet vágni. Nem az a még, dehogy az a. Nekünk még az az új sportprogramot Magyarországon dolgozták ki, és gyermekek számára egy mozgáskultúrának teljes módszertan, amit el kell sajátítani az óvónőknek, és is hozzá egy eszköztár, ami abszolút pedagógiai, tudományos alapokra és sporttudományi alapokra épül. Megkerestek minket az óvodaprogram elindításakor, és mi úgy gondoltuk, hogy egyrészt ezt célszerű lesz Kárpátalján is elsajátítani a leendő óvodapedagógusoknak, így a főiskola programjába is beépítjük, de meg szeretnénk ismertetni a Pedagógus Szövetség keretein belül a Kölcsey Nyári Akadémia MÁN a óvónénikkel, de ahhoz, hogy ez élővé váljon, ahhoz célszerű lenne legalább kárpátaljai régiónként egy-egy ilyen ovi sportpályát kialakítani, amit mi határoztunk meg. A legnagyobb óvodák kapnak ilyen pályát, amelyek egyfajta módszertani központként fognak a továbbiakban működni. A Munkácsi járásban Munkács központi óvodája, az Ungvári járásban a Nagydobronyi óvoda, a Felső Tiszavidéken a Viski óvoda, és tervezzük, hogy Beregszász központjában lesz még egy óvoda, valamint Ugocsában a Tiszapéterfalvai óvoda bázisán fog működni ilyen sportpálya. Nem egy olcsó beruházás, hiszen egy-egy ilyen sportpálya kialakítása 12 millió forint, ami szabványszerűen történik, tehát lényegében az teljes összeszerelés és a felállítása is az Ovi Sport Alapítvány munkája volt. Mi közvetítettünk és segítettük ennek a jogi hátteret és kereteit. Emellett folytatódik immár a harmadik üteme is az Ovi programnak. A második ütem keretében belül a mai napon Ugocsában fogunk átadni egy óvodát, és megtekintünk két felújított óvodát. Ez Nagypalád, Tiszapéterfalva melletti település, Fertősalmás. Nagypaládon két óvoda is van. Az egyik óvodát azt a egyházi közvetítéssel és szponzorokkal korábban a községi tanács felújította, viszont ott csak két csoport működött. Az ukrán törvények szerint pedig kötelező az iskolai előkészítés egyrészt, másrészt pedig azok a gyerekek, akik iskolába készülnek, ha egy csoportba járnak, a baráti kapcsolatuk révén valószínűleg egy osztályba is kerülnek, és ez segítheti az ő tanulásukat, a helyben maradást és az iskolát is támogathatja. Így tárgyalásokat folytattunk az iskola igazgatójával és a járási oktatási főosztállyal, és az iskolán belül egy külön szányban alakítottunk ki egy iskola előkészítő csoportot, ahol immár szeptembertől kezdve 21-en tanulnak, járnak, és jövőre megkezdhetik a tanulást is. Ezzel nagy előrelépést tett az oktatási intézmény, mert az óvodai csoportokon kívül sikerült az illemhelyeket felújítani, ami az alsó tagozatok is használhatnak, és az alsó tagozatos elemi négy osztály is felújításra került. Nagy öröm számunkra, hogy a magyar állam ilyen nagy gondot fordít ezekre az intézményekre, hiszen sok helyen vagy nem volt óvoda, vagy olyan körülményeket találtunk az óvodában, amit 30 évvel ezelőtt a szovjet rendszer itt hagyott, és néha ez még a 70-es, 60-as évek színvonalát mutatja. Például, ahol most vagyunk Visken, itt a Református Egyház támogatásával fejezték be az óvodát, ami az iskola része lett. Ezzel megoldódott a magyar nyelvű óvodai előkészítés is a faluba, hisz korábban csak egy-két csoport volt egy vegyes óvodában, de ez nem tudta azt a szellemi közeget megteremteni, ami ahhoz szükséges, hogy a gyermekek egészségben, identitásuknak, nyelvüknek, kultúrájuknak megfelelően nőjenek fel.